Lódarazsak lepték el az ágynemű tartót egy karcagi családi házban. A lódarazsak annyira jól érezték magukat a karcagi családnál, hogy az ágynemű tartóba költöztették a kaptárukat. Mérges lódalás fésket találtunk az ágynemű tartóba, ahogy a lányom leemelte a felső részét, és jött be nekem szólni, mert megijedt, hogy mi lehet ott, jönnek a méhek. De én azt van, tudtam, hogy valahonnan méhek kavarognak, vaddalásfészek fészek van itt a közelbe, mert mikor szedtük a fehér repret, itt oldalt, a fekete meg hátulban, és nem tudtunk belőle nagyon eszegetni, mert, mert engemet mindenféle körbe vettek. Aztán, ahogy az ágyat meg leemelte, és kijöttünk itt, mert volt egy bácsika, aki segített még, aztán meglátok, hogy milyen, és akkor láttam, hogy ezt viszont ez olyan fajta lódarás fészek, amit ilyen fa háncsból, papírdarabkákból hordanak össze, benne van a királynő, és a kis peték, azok, azokból ö, kelnek kifele a picikék, aztán, de hát ezek fel tudnak szaporodni, szinte ö, a szélessége 70 centi, hosszúsága 30, tehát ez, ez még viszonylag kicsi méretű, de ahogy én tanultam egykor a főiskolán, én úgy gondolom, hogy ez nem egy családi háznál megfelelő ö, alkotást csináltak ide nekem. Nagyon szép, meg nagyon tetszetős, ritka példány a méhészeknél is, de én szeretném, hogyha ezt valaki innen elvinné, vagy összeszedné őket, mert itt termelik a mézet nekem, de nekem nincs erre szükségem. Köszönöm Félhet, szépen! A család kétségbe esett, ugyanis az anya és a lánya is allergiás a darás én allergiás vagyok, meg a kislányom is, mind a ketten, úgyhogy nekem vélelősenekciót szoktak adni, evéget, de bízom benne, hogy nem csípnek meg. Oda tettük a mézes üveget, meg, meg van benne egy kis víz, meg olyan anyag, de nem igazán mennek rá, tehát ennek valami speciális megoldást kellene találni és keresni, hogy itt ne legyenek. Boldizsár Erzsébetnek és családjának nincs mostanában szerencséje. A családháza még a tavalyi év folyamán gyulladt ki, ami rengeteg kárt okozott a számukra. Most pedig Erzsébet lánya pakulás közben vette észre, hogy az ágy sarkába a lódarazsak egy kaptárat építettek. Ez több szempontból is komoly problémát jelent a családnak. Egyrészt ketten is allergiásak a darás Így nagyon vigyázniuk kell, még úgy is, hogy az ágyat kivitték a kertbe. Másrészt ők maguk sem tudják eltávolítani a kaptárat, és megpróbáltak ugyan segítséget kérni, de az sok pénzbe kerül. Nekik pedig most erre nem telik. Most abban bíznak, hogy valaki talán ingyen segíteni fog rajtuk, és végre kikerülhetnek a tavaly tartó pekhes spirálból. A karcak TV a család segítségére sietett, és a zümivadás segítségével sikerült ártalmatlanítani a darazsokat. Ez egy feladat, ez egy hivatás. Én úgy gondolom, és úgy fogom fel ezt a dolgot, mert védeni kell a lakosságot ezeken az állatok elő. Az elmúlt egy évben annyi darás és annyi méhecske lepte le a lakott környezeteket, mint az elmúlt öt évben, amióta csinálom ezt a munkát. Nem tudjuk lassan már ezeket az állatokat kordában tartani, ennek egyetlen egy oka van. Megteremtettük lakott területen belül az állatoknak, hogy van mit ennie. Ha az állatnak van mit ennie, van ö, szennyezett terület, van ö, kommunális hulladék, bármi szabadon, vagy akár egy, egy méhészet, ahol bejárnak, és kettévé kiszivárgott mélyecskéket eszve be, behordják, a, akkor megjelennek itt ezek az átok a lakókörnyezetekben, az olyan helyeken, amit az ember nem háborgat. Ez a német darázs, idejében sikerült ezt a fészket lokalizálni. Ennek ez a lényeg, hogy mindenkit megkérek, hogy nézzen szét a saját házában, az olyan helyeken, amik melléképületek, házakban, émények, ürtőkben, ilyenek bárhol megragadhatnak az átok, nem csak méhek, hanem darazsak is. Sőt, egyre inkább jellemző a többi rovarnak a térnyelése is a városban, a fáraóhangyáknak, a szúnyogoknak és minden olyan állatnak, ami ö, tönkretettük a lakók, ezeket jönnek be a városban, mert itt kaját találnak. Én azt tanácsolom, hogy semmiképpen ne kezdjen hozzá. hiába vannak fel internetes felvételeim az oldalamon, nem tanácsolom, hogy ezeket megpróbálja saját kezüleg, mert mindenkit otthon várnak. Szólni kell egy szakembernek, tanácsot kell kérni, hogy mit lehet tenni, de legelő, leg, leg, legolcsóbb és legnagyszerűbb dolog a megelőzés. És, és ebben a megelőzésben mi egy, egyfajta feladatot. Azt jelenti, hogy mindenkivel együttműködünk, önökkel is, hölgyen. El fogok mondani mindent, hogy hogyan lehet ezt megakadályozni, hogy ide ne jöjjön, mert jövőre, tehát azt jelenti, egy éven belül egy darab mély család fog idejönni, bárhova egy fára, egy túja fára, egy kéménybe. És mi, ahogy én mély is foglalkozom, számítok a hölgynek, hogy szól, és akkor azt a mély, mély családot lakott kívül, természetes gondozott környezetbe, egy kaptárba tudjuk elhelyezni, ahol természetes módon tud tovább fejlődni.